Ez a Kívánság Szolgálata, a heti TV kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek, egy tartalmas fél órát ígérhetek. Érdemes lesz velünk tartani, szokásos elérhetőségeinket a képernyő alján olvashatják is. Ezúttal is köszönöm a rengeteg üzenetet, visszajelzést, dalkérést, valamennyire igyekszünk sort keríteni, igaz van, akitől egy parányi türelmet kérünk. Mára is hoztam egy napi gondolatot, mely Széchenyi István politikus író tollából származik. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Ezzel aligha lehet vitatkozni. Nézzük is a mai első üzenetet. Házelba Kanna, a Kívánság Kosár óta hűséges nézőnk, a Csipet csapat oszlopos tagja, holnap ünnepli 74. születésnapját. A ma elhangzó összes felvétellel nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánunk neki. Következzen elsőként a Hakme zenekara Reményi Géza vezetésével, Brahms 5. magyar táncát hallgatjuk meg. YouTube.com/kívánságszolgálat, ezen a címen tértől és időtől függetlenül visszanézhetik korábbi adásainkat, sőt, biztatom Önöket, iratkozzanak is fel YouTube csatornánkra, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Folytassuk egy újabb üzenettel, Molnár Vilmosné Facebookon keresztül keresett meg bennünket, debreceni klubtársainak küldi a következő dalt, üzeni mindenki nagyon vigyázzon magára, már nagyon várja a következő találkozót. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, énekel Zsuzsa Mihály. Hol szűkös elő, lengyes elő, játszik a tisztát. Ott élegyen nép, legendák népe, ez az én hazám, az ősi Kárpát őrizi át. Kicsillagoknak égi útján visszatér. Hogy jön szívünk, várva vár,
provinti szán. A rónaságon hét határon száll, repül a szél, huszárok kedve éri csak be, hogyha szárnyra kér. Korábbi adásainkat visszanézhetik a hetitv.com oldal alján is. Álljon itt egy újabb üzenet. Fodor Judit Mohácsról köszönti délvidéki ismerőseit és barátait. Ezúttal is köszöni a hétvégi közös kirándulások rengeteg élményét. Piros szív, fehér hó, zöld levél, énekel Szávolovics Gabriella. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Piros hajnal, fehér álom, zöld remény. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Zenta is, szép magyar kanizsa, zombori, rózsafá illata, Szabadkáról zeng a dal, jaj, lesz-e még elég magyar. Száll a dal, zeng a dal, hív a dal. Szabadkáról zeng a dal, száll a dal, zeng a dal, hív a dal. Esküvők,
katonák, ünnepek. Ősi föld, sok vidám, kisgyerek. Szabadkáról zeng a dal, jaj, lesz-e még elég magyar. Száll a dal, zeng a dal, hív a dal. Szabadkáról zeng a dal, jaj, lesz-e még elég magyar. Száll a dal, zeng a dal, hív a dal. Piros szív, fehér hó, zöld levél, piros hajnal, fehér álom és zöld remény. Aztán új tavasz jön, és sok új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket új adással itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13:15-től tekinthetik meg. Ekkor a heti három műsort egymás után megszakítás nélkül levetítjük. Jámbor Balázsné Dunaújvárosban a következő felvétellel szeretné szebbé tenni a mai délutánját, fogadja sok szeretettel a Honfoglalás című film legendás betét dalát, Horváth Elemér Emi hegedű művész előadásában hallgatjuk meg, címe Kell még egy szó. Thank you.
Gál Bálintné Vácról írt nekünk, egy korábbi adásunkban látta a következő felvételt, szeretné újra kérni és küldi mindenkinek, aki szereti. Kis hazánknak áldott földjén énekel Farkas Mónika. Kis hazánknak áldott földjén, ha egy gyermek születik, édes anyám. Kovács Pálné Szegeden szeretné meghallgatni a következő dalt lehetőség szerint a mai délutánon. Ennek semmi akadálya, sok szeretettel küldjük. Sárbogárd Dombóvár énekel a dalolóházi orvos dr. Fehér Eszter. Virágos virág.
Nádori Miklósné SMS-ben írt nekünk: Erdős Melinda művésznő előadásában szeretné meghallgatni a következő dalt. Egyúttal szeretettel küldi mindenkinek, aki szereti. Ennek semmi akadálya, következzen tehát Erdős Melinda. Közreműködik a Rajkó zenekar, a dal címe Nád a házam teteje. Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!